Sziasztok! Ez itt az izraeli utazásunk harmadik napja. Most így a Carmel Marketnak az előszelénél vagyunk. Közeledünk egészen a Carmel Markethoz, aztán reggelizünk, ebédelünk, ilyen reggeli ebéd, ilyen bráncsozunk. Utána pedig elindulunk az Old Jaffába, megnézzük az öreg városrészt. Ez Jaffa, ezt így mind a kettőt ejtik. Jaffa és Tel Aviv így össze van név, ügyileg is nőve, illetve teljesen ugyanaz az építkezés, úgyhogy szinte nem is válik el, tehát ez így egy város, hogy Tel Aviv és Jaffa. Tulajdonképpen most a Carmel Market azon részén vagyunk, ahol zöldségek, gyümölcsök, húsok, húsfélék, mindenféle van. Itt azért egy nébik vagy kölyán végig menne, azért kerekedne nagyot a szemünk. Van itt mindenféle. Cukorkák, zöldségek, olivabogyók. Hát sok finom, itt minden van. Most érkezünk a fő folyás irányba. Hát itt zöldségekből dögivel. Inne a kávéja! Mindenki jókedvű, nagyon. Nagyjából elrendezkedésére úgy működik itt, hogy vannak ilyen pékáruk, vannak a zöldség gyümölcsösök, illetve vannak sajt, húsárusok, meg még ugye a ruhárusok vannak. Na, elindultunk az Old Jaffa-ba, arról megyünk arra, ott ahol hátul van az a nagy torony, az az Old Jaffa. Angolul Jaffa, héberek Jaffa-nak ejtik, hát ki hogyan mi. Itt pedig a gyönyörű tenger van, egyébként mi pont a tengerpart mellett lakunk. Extrém meleg van, nagyon nagy forróság van. Sok víz, sok folyadék, sapka, ezzel talán így túl lehet vészelni. Na, lássuk! Most már egyre közelebb haradunk ide az Old Jaffához. Egy kis sztorizgatás. Egyébként Izrael nem egy olcsó városka, viszont ha úgy indítod, hogy tízsékelről kezdődik minden, ami hát 80-szoros szorzó, tehát nagyjából 800 forintot jelent, tehát tízsékel az a minimum, hogyha bármit meg akarsz, akár egy üveg vizet, vagy bármit meg akarsz venni, ha tízsékel, és azt tekintette a normálnak, az alapnak, akkor ahhoz képest az árak azok ugyanúgy szépen növekednek, úgyhogy nem olyan vészes, hogyha így átállítod az agyat arra, hogy tízsékel a nulla, és akkor onnan följebb kerül minden más. Egyébként itt a tengerpart mentén jövünk végig szépen lassan. Hát úgy tűnik, hogy most ilyen mobilos napon van. Kicsit ugye nehezebb egy ilyen kis kamerát hozni, vinni magunkkal, azonban egy ilyen kis mobilt tök könnyű. Na, megérkeztünk ide Jaffába, hát még mindig meleg van.
Viszont azt tudni kell, hogy Jaffa az az arab negyed, teli van kajádában. És egyébként, amikor először voltunk itt Izraelben, 2 évvel ezelőtt, akkor itt tettünk először Jaffában nagyon finom ilyen falafelt, meg humusz felmelegítve, humusz hidegen. Azt mondják, hogy a meleg humusz az a legfinomabb. Úgyhogy most itt sétálunk, már itt látszik, hogy itt ilyen köves rész van, följöttünk a lépcsőn, és itt szépen megyünk így az utakon, és megnézzük így a Jaffának így a kis rejtett zugait. Mi olyan jó kis falakon tudtunk végigmászni a múltkor, hogy csak na, úgyhogy reméljük, hogy hasonlót találunk most is. És ja. Megérkeztünk a főtérre, itt van a eléggé jellegzetes tornya Jaffának, illetve itt van egy úgynevezett The Royal Playback Orchestra. Ez úgy működik, hogy így ráülünk, és zenét lehet itt szolgáltatni. Itt csináljuk a zenét az, hogy ráülök, különféle zenét, és hogyha jó sokan ráülünk, akkor itt például a flute, akkor az valami a fluja lesz majd. Itt meg valami bla, pedig bass, itt pedig a klarinét, itt pedig trombiták, fúvósok, és itt körbe-körbe ilyen székek vannak, és itt a székekre külön-külön ráülünk, akkor különféle hangszert tudunk megszólaltatni, és hogyha egy egész csoport ide leül, akkor itt megszólal ez az egész, és gyakorlatilag mi csináljuk saját magunknak a zenét. Hogyha arra lemegyünk, ott, akkor oda a tengerhez tudunk lejutni. Ilyen szűk kis, köves, folyosós utcák vannak, eszméletlen, nagyon szép. Gyönyörű ez a Jaffa rész is, ez az öreg város rész. Itt nagyon be vannak rendezkedve a turistákra, rengeteg kajáda, rengeteg ital lehetőség is van. Szuvenírárusok, úgyhogy itt tömkelegével lehet magunknak találni, hogyha éhesek vagy szomjasak vagyunk, és jó drágán. Na most itt vagyunk az oratorónál Jaffóban. Megyünk haza, készülődök az esti Eurovíziós dalfesztiválra. Na, miután összerendeztem magamat, ugyan a kirándulásunk után, most már szerencsére nincs ott a nagy hőség, megyek az Expo Tel Avivba, és miután bemegyek, majd élőzök megint Facebookon egyet, ezt láthatjátok így élőben, ezt a videót pedig majd csak később, úgyhogy hát egy kicsit így az idősíkok összekavarodnak, viszont megint megpróbálok majd egy kis összeállítást csinálni életeben, ilyen külön ilyen videót is így nektek. Na, bent vagyok megint az épületben. Hú, már nagyon izgatott vagyok. Ez a második elődöntés. Olyan információim vannak, hogy a második elődöntőben az összes egy elkelt, viszont az első elődöntőben még voltak jócskán ilyen hézagos székek, még az én soromban is, illetve más sorokban is, följebb nézve, lejjebb nézve. Úgyhogy valószínűleg itt a második elődöntőben már jobban mocorognak az emberek, illetve nyilván ez közelebb van a fődöntőhöz, ami azt jelenti, hogy aki a fődöntőre jön, lehet, hogy a második elődöntőre is váltott jegyet, és akkor így könnyedebben el tud jönni a munkából, vagy bármi, vagy egy csütörtökre eljön, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, hogy ezek hétvégi napok, úgyhogy simaliba, bentről a Csarnokból jelentkezem. Oh,
Na, vége lett az Eurovíziónak, most innen köszönök ki nektek. Holnap találkozunk a negyedik napján a kis utazásunknak. Sziasztok! Nagy a hangulat!